A Dombóvári Zeneiskola tanítványai színesítették a várossáválás 51. évfordulójának műsorát. Ünnepi beszédében Pintér Szilárd polgármester azt mondta, Dombóvár fejlődési pályára lépett, és olyan beruházások indultak el, melyek régóta várattak magukra. Megvalósulni látszanak elképzeléseink, céljaink. Az új mentőállomás, sportcentrum, közbeszerzése napjainkban lezárul, és jövő évtől aztán megtörtént az alapkültetétel. Több milliárd forint összegben indultak emberruházások, illetve annak előkészítés alatt pályázati forrásoknak köszönhetően már elkészültek, és az itt élőkkel közösen megfogadott elképzelések iránytűnként szolgálnak a jövő tervezésében. Megteremtettük a pénzügyi stabilitást, ma már tudunk tervezni, olyan dolgokat tudunk megvalósítani saját forrásból, amelyre Dombváron nagyon nagy szükség volt. Menet közben azok az ígéretek, amelyek 2019-ben elhangzottak, már a valóság szintjére léptek, kézzelfogható közösségben van a beruházások megkezdése. Dombváron nőtt a fiatalok száma, nőtt a családvállalási kedv, természetesen ez a kormány családpolitikának köszönhetően, és nagyon nagy igény volt új házhelyek kialakítására. Három darab utca koncepciója évek ezelőtt már megvolt az akkori városvezetés fejében, ez a folyamat valamiért megrekedt, mi erre komolyabb összeget szántunk, és megvan a szándék, hogy 2022 tavaszától elkezdünk árulni újból házhelyeket Dombaváron, helyieket megtartva, az innen már elköltöző egyetemet végzetteket visszacsábítva Dombavára. Nyilván tudom nagyon jól, hogy nem elég az, hogy csak házhelyet kínálunk, munkáját is kell ajánlani. Ezért az ipari park tervezése lezárult, nem sokára már a beruházókat próbáljuk pályáztatni, és az infrastruktúrális fejlesztés remélem, hogy jövő év tavaszára elkészül. Mindezek mellett már örömteli, hogy magában csak a puszta angol a hír mentén, hogy ipari park bővítés lesz Dombaváron, egy egyhektáros terület már új gazdára talált, és remélem, hogy nem az első fecske érkezett meg, hanem hozza majd a többit is. A jövő év végére be tud népesedni az ipari parkunk. A program szónoka Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter volt, aki augusztus 20-a kapcsán kiemelte, alig van olyan ország, akinek több mint egy évezredre visszatekintő ünnepe lenne. Ebből a szempontból Magyarország kiemelkedő a világ történelmében. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot és hazánkat, a keresztény Európa részévé tette. A több mint 1000 éves államiság joggal adhatott büszkeségre minden magyar számára. Gulyás Gergely arról is szólt, Dombóvár jó példa arra, hogyha a helyi vezetők pontosan meg tudják fogalmazni elképzeléseiket, azt az állami forrásokból finanszírozni lehet. Nagyon fontos, hogy azok a városok is részesüljenek támogatásokban, amelyek nem megyei jogú városok, és nem is falvak, tehát sem a Magyar Falu programban, sem a Modern Városok programban nem részesülnek. Célzott támogatásokat adunk ezért. Azt látjuk, hogy mindenhol az országgyűlési képviselők is, itt Potápi államtitkár úr, illetve a város vezetése, polgármester és a képviselőtestület is pontosan meg tudja határozni azokat az igényeket, ami a város számára legfontosabb. A kormánynak az a feladata, hogy erejéhez mérten ezeket támogassa. Ma azt tudjuk mondani, hogy egy éves bizonytalanság után, amit a koronavírus járvány jelentett, a legjobb hírek jönnek a gazdaságból, hogyha sikerül az országot nyitva tartani, és negyedik hullám ellenére is erre készülünk, hiszen aki beoltatta magát, az védett, akkor jó gazdasági teljesítményt mondhatunk magunknak. Lehet, hogy a rendszerváltozás óta tartó több mint 30 éves időszak legnagyobb növekedése idén lesz, és akkor lesz arra is forrás, hogy a helyi igényeket, a városi igényeket, városi fejlesztési terveket a kormány finanszírozni tudja. Szerencsére azt mondhatjuk, hogy az Európai Uniós források biztonságban vannak. Magyarország az előző 7 éves időszakban is előfinanszírozott, tehát a magyar költségvetés a fejlesztéseket kifizette, és ezt követően kapta meg sokszor évek múltán Brüsszelből. Most is minden forrás rendelkezésre áll, a top 2 források kifizetése is az idén még meg fog kezdődni. Brüsszellel vannak vitáink, de a vége ettől függetlenül az lesz, hogy az, ami nekünk onnan pénzként jár, hiszen mi nem kapunk semmit ajándékként Brüsszelből, ami nekünk onnan jár, azt meg fogjuk kapni. A város napján a szokásoknak megfelelően átadták a városi díjakat. Ennek kapcsán Pintér Szilárd azt mondta, jelentős civil erő áll az önkormányzat működése mögött. 2020 év végén létrehoztuk a civil és sport tanácsot. Gyakorlatilag ez egy önrendelkező szerv, mely saját maga diszponál a rendelkezésre bocsátott pénzek fölött, ők hozzák meg a döntéseiket, és nyilván ők hozzák meg a döntéseket, ők jelölik a díjazottakat is. Remélem, hogy ez a 2020-as döntés egy jó döntés volt. Minden nap igyekszünk ezt megtölteni tartalommal, hiszen egy folyamatos párbeszédre próbáljuk kényszeríteni őket. Ez lehet, hogy csúnya szó, hogy kényszeríteni, de nagyon nehéz volt a civileket újból a
nyíltság, az őszinteség szintjére kihozni, de remélem, hogy már ott tartunk, és a kényszeríteni szó okafogyottá válik, hiszen keresni fognak minket, és látják, hogy barátokra találtak és segítőkre. A döntés értelmében díszpolgárrá fogadta a város szülöttét, Kőbül Norbert forgatókönyvírót. Soha nem szakadtam Dombováttól el. Itt születtem, itt nevelkedtem, itt nyugszik anyukám a temetőbe. A köbli család az több száz éve él itt Dombováron, és a város szolgálták, a közösséget szolgálták. Apukám itt lakik mai napig, itt vannak a barátok, rokonok, az iskola. Ide jártam moziba, itt a könyvtárban kölcsönöztem a könyveket, úgyhogy ahogy öregszem, egyre fontosabb a szülővárosom. A város fejlődésének előmozdításáért járó Ivanics Antal díjat Kóri Gyula vállalkozó vehette át. Nagyon meglepett bennünket a díj, köszönettel tartozunk érte, és ez arra sarkal bennünket, hogy a jövőben is az eddigi hozzáállással tegyük a dolgunkat. A város elismert közössége ebben az esztendőben a Dombovádi Focisuli Egyesület lett. Örömünkre szolgál, hogy megkaphattuk ezt a díjat, mikor értesültünk róla, akkor az számunkra egy visszaigazolás volt arról, hogy tényleg érdemes és jó dolgokat tudtunk az elmúlt 10 évben véghez vinni. Hát igazából itt a meghatódottság pillanatában én csak a köszönetet tudnám kifejezni, illetve a bizalmat, akik az intézmények, az iskolák, óvodák és az önkormányzat, hogy bíztak bennünk és együtt dolgozhattunk, és tényleg tudtunk érdekes dolgokat és érdemes dolgokat létrehozni. Az ünnepség keretében a város további 3 civil és 6 ifjúsági díjat adományozott, és 5-en viselhetik majd a jövőben Dombovár díszjelvényét.